Nagyszerűen kezdte a mérkőzést a hazai csapat, az első 4 gólt a Kisvárda szerezte, támadásban és védekezésben egyaránt jól játszott a házigazda, a vendégek csak 8-2 után tudták elkezdeni a félzárkózást. A folytatásban állandósult a 3-4 gólos különbség, a félidőre 14-11-es állásnál vonultak le a csapatok. A második játékrészben sem történt fordulat, a 45. percben már 8 góllal vezetett Dévényi János együttese, és ezzel gyakorlatilag el is gyűlt a mérkőzés. A vége 26-21 lett, ami azt jelentette, hogy az újonc magabiztosan szerezte meg a bennmaradás szempontjából nagyon fontos 2 pontot. A lányok úgy kezdték a mérkőzést, hogy szerettük volna, tehát igen, komolyan lennel érezték, hogy mekkora tétje van. Végig tulajdonképpen uraltuk a meccset, és jó kapus teljesítmény is párosult a jó védekezéshez. Voltak hullámvölgyeink, amiből most jól tudtunk kijönni, és végül is úgy gondolom a legfontosabb, hogy elmondhatjuk, hogy a 2 pontot begyűjtöttük, ami nekünk az életben maradáshoz elengedhetetlen volt. Megyünk tovább. A vendégek edzője a 2 kapus teljesítménye közötti különbségben és a hazaiak motiváltságában látta csapata vereségének okát. Gratulálok a Kisvárdának a győzelemhez, nagyon jól játszottak. Sokat hibáztak, de nagyon masszívak voltak, és valamilyen szinten örülök, hogy most találkozunk velük. Itt, amikor már nekünk eldőlt már a bentmaradás, amit 5 hónapon keresztül küzdöttünk. Nagyon masszívok is az Esztrinek meg munkáját, ezt lehet látni. Mi is nagyon sokat hibáztunk igazából, azt akaratunk nem volt baj. Az egyetlen, hogy a koncentráció még mindig elmaradtat vártná. És meg gratulálok a kapusnak, hogy nagyon komoly teljesítmény volt, amit a mi részünkről egy kicsit halványabb volt, és ennek köszönhető szenvedtünk a vereséget. A Kisvárda győzelmével előrelépett a tabella 12. helyére, egy ponttal megelőzve a már kieső helyen álló Moson-Magyaróvárt. Dévényi János együttese kedden Békéscsaván lipájára.